Csád Géza, Ernőke. 3:30 múlt. Ernőke képes levelezőlapokat írt. Ernőke minden nap 3-tól 4-ig képes levelezőlapokat szokott írni. Soha se egyet, mindig 2-t, 3-at, és akárhányszor 4-et is. A címlapra ezt írta. Nagyságos Mezei Sárika úrleánynak. Helyben. A másik felére pedig ezt. Kezeit csókolja, Kelemen Ernő. Aki nem ismeri a viszonyokat, az most csodálkozva fog felkiáltani. Miért kellett Ernőkének ez egy egész óra? Hiszen 10 perc alatt 4 ilyen levelező lapot kényelmesen meg lehet írni. Igaz, meg lehet írni. De nem úgy, ahogy Ernőke megírta. Az egészet remek szabályos írással, úgy, hogy nyomtatni sem nyomtatnak szebbet. Aztán az írás titokban történt. Nem szabad volt senkinek se tudni a levelező lapról. Ernőke apja, anyja, testvérei még csak nem is sejtették a dolgot. Mert hogyan rendezte a dolgot Ernőke? Úgy csinálta, hogy délután beült az ebédlőbe tanulni. Elővette a latint, mint a fordítást csinálna. Neki feküdt az írásnak, kirakott az asztalra egy egész légió füzetet, aztán legalulra egy jó, csak ecélre használt itatós papírt. A számtan füzetből pedig előkerültek a levelező lapok, fölbélyegezve és minden tekintetben elkészítve, csak éppen az írás hiányzott róluk. Most valaki azt kérdezhetné, hogy hát mit kell a levelező lapon előkészíteni? Az ember bélyeget ragaszt rá és punktum. Pedig nem igaz. Nem punktum. Először is a kiválasztás. Nagy dolog, sőt, hát majdnem a legfontosabb. E ponton számolni kell az anyagi körülményekkel. Ernőke, bár 6. gimnazista, nem kap zseppénzt. Kelemenéknél ez nincsen bevezetve. Ernőke kénytelen a levelező lapokra és a postai továbbításokhoz szükséges bélyegekre a pénzt atyától a legképtelenebb címen megszerezni. Füzeteket, ceruzákat, tollakat, rengeteget fogyasztott Ernőke, legalább atya Kelemen úr szerint. Pedig nem. Ernőke maga készítette a füzeteit. Összevágta és varta a papírosokat, spórolta tollakkal és a ceruzákkal, hogy más ne említsek. Majdnem állandóan hüvelyknyi apró ceruzákkal írt, amelyeket barátaitól ajándékba kért és körömszakadtáig hegyezett. Szóval így fedezte a levelező lapírás nagy költségeit. Ez azonban sajnos nem volt teljes fedezet. Olykor nagynénjeihez és nagybátyjaihoz kellett fordulni. Különböző ürügyek alatt megajándékoztatta magát, vizitelni járt és ravaszul, sőt, majdnem szemtelenül ugratta ki a 10 és 20 filléreseket, esetleg koronákat a kopott és széles rokoni szekrényekből. Nehezére esett szegény Ernőkének, mert szerény, majdnem leányos természete volt. De hát nem volt más mód, hogy annyi képes levelező lapot vehessen. És éppen emiatt nem mondhatott le a fortélyos, szégyenletes titkolózásról sem. Mi lett volna, ha atya Kelemen úr egy napon megtudja, hogy fia Ernő Mezei Sárikáról ábrándozik, hogy naponta találkozik vele, hogy naponta az ablak alatt beszélget vele, hogy naponta levelező lapokat ír Mezei Sárikának. Ernőke úgy érezte, hogy ez esetben szeme fehérjéig elpirulna a szégyenkezéstől. Végre is Mezei Sárika egy kis 14 éves leány, és az ő apja egy nagy, komoly, szemüveges, szakállas férfiú. Bizonyosan azt mondaná, Ernő, a tanuláson legyen az eszed, és nem holmi incipinci Mezei Sárikákon. De mint hallom, minden nap találkoztok. Minek akkor a levelező lap? Ez tiszta hülyeség. Megértettél? Mint említém, Ernőke titokban írta meg a levelező lapokat, megvárta, még egyedül maradt, bemártotta a tollat, és az ablakon kinézve a levegőbe bámult. Aztán könnyedén megrázkódott. Arra gondolt, hogy hely, Mezei Sárika, a legszebb leány a földön. És akkor gyenge borzongásában, hatalmas, gyönyörű lendülettel neki kanyarította az N betűt. Nagyságos. Nem sietett.
szentségtörés az ilyennel sietni, mintha valaki például a fácán pecsenyét vagy valami drágalátos tortát rágás nélkül nyelne le. Így írt Ernőke. Mire a G betűhöz ért, bizonyosan léptek, hallatszottak a szomszéd szobából. Az itatós papírt ilyenkor ügyesen, villám gyorsan rányomta a nedves betűkre, és fölébe egy nyitott füzetet helyezett, aztán nagy elfoglaltságot színlelve írta, et egyenlő és, szik egyenlő így. Azért írt ilyen ismert, rég tudott latin szavakat, hogy az alatt is a képes levelező lap írására gondolhasson. 2 éve szerette Mezei Sárikát, és mint jegyzőkönyvében föl volt jegyezve, pont 832 lapot küldött neki. Ez idő alatt egyaránt kellemes izgalmakat okozott Ernőkének az írás. Okos fiú volt, bár tudtán kívül. E levelező lapok egyszerű szövege megőrizte számára mindazt, amit mások szerelmes levelekben megírnak, tehát kiadnak magukból. Úgy, hogy lelkileg leélik a szerelmet, holott ettől saját érdekükben tartózkodniuk kellene. Ernőke hű akart maradni Mezei Sárikához, és hű maradt. Sajátos módon, öntudatlanul fölfedezte, hogy a férfinak nem szabad rontani a lelkét a szerelmi érdeklődés gyakori változtatásával, hanem félre kell rakni a tőkét, amelyből a boldogság egyszerű kis házát építgeti. Ehhez a tőkéhez, ehhez a szorgos gyűjtő munkához takaréklapjai voltak ezek a képes levelező lapok. Minél egyszerűbb, tartózkodóbb, ami rajtok van, annál kisebb a betéti összeg, de annál valószínűbb, hogy nem fog elveszni. Kezeit csókolja Kelemen Ernő. Hát ennél egyszerűbb szövegelemzést fiatal emberek számára hamarjában nem lehetne ajánlani.